9. A latinból építkező nyelvekben az együttérzés szót az együtt kom előtag és az eredetileg szenvedést passzió jelentő szó segítségével képzik. Compassion. Más nyelvekre, például csere, lengyelre, németre vagy svédre fordítva, ez a főnév azonos értelmű előtaggal kezdődik, amit az érzés szó követ. Csehül szócit, lengyelül spolcsucse, Németül mit gefül, svédül metkenszla. A latinból építkező nyelvekben az együttérzés szó a következőt jelenti. Nem nézhetem megindultság nélkül másnak a szenvedését, vagy részvédtel vagyok az iránt, aki szenved. Egy másik hozzávetőleg azonos jelentésű szó a francia pitié, angolul piti, olaszú pietá. Még valamiféle elnézést, engedékenységet is sugall az iránt, aki szenved avoir de la pitié pour Franciául azt jelenti, hogy jobb helyzetben vagyok, mint a nő, hogy lehajolok, leereszkedek hozzá. Ezért is kelt a compassion vagy a pitié szó bizalmatlanságot. Úgy találjuk, hogy silány másodrendű érzelmet fejez ki, melynek semmi köze a szeretethez. Akit együttérzésből szeretünk, azt nem szeretjük igazán azokban a nyelvekben, melyek az együttérzés szót nem a szenvedés, passzió, hanem az érzelem főnévvel képzik, e kifejezést hozzávetőleg ugyanabban az értelemben használják, ám mégsem mondhatjuk róla, hogy silány másodrendű érzelmet közvetít. Etimológiájának rejtélyes ereje más vonja be, és szélesebb értelemmel ruházza fel a szót. Együtt érezni annyit jelent, hogy át tudom élni másnak a baját, de bármelyik másféle érzelmét is, örömét, szorongását, boldogságát, fájdalmát. Az ilyen szpolcsucse, mit fül mit értelemben vett együttérzés, tehát egyenlő az érzelmi képzelő erő maximális képességével, az érzelmi telepátia művészetével. Az érzelmek hierarchiájában ez a legmagasabb rendű érzelem. Amikor Tereza azt álmodta, hogy tűket szurkál a körme alá, álmával leleplezte magát, elárulta, hogy titokban átkutatta Tomás fiókjait. Ha ezt más nő teszi meg Tomással, soha többé nem áll vele szóba. Tereza ezt tudta, és ezért mondta Tomásnak, kerges el. Tomás azonban nem csak, hogy nem kergette el, hanem megfogta a kezét, és végigcsókolta az újbegyeit, mert abban a pillanatban maga is érezte a körmök alatt sajgó fájdalmat, mintha Tereza újjából az idegek egyenesen az ő agykérgébe vezettek volna. Ha az embert nem ajándékozták meg az együttérzésnek nevezett sátáni adományjal, csak egyet tehet, Hűvösen elítéli Tereza tettét, mert a másiknak a magánélete szent, bizalmas levelezését tartalmazó fiókjait pedig nem írlik nyitogatni. De mert Tomásnak az együttérzés képességét a sors megadta, vagy megverte vele. Úgy rémült neki, hogy ő maga volt az, aki az íróasztal nyitott fiókjánál térdelt, és nem tudta levenni a szemét Szabina mondatairól. Megértette Terezát. És nem csak, hogy képtelen volt haragudni rá, de még jobban szerette.